Fővárosi szintre kúsztak fel az ingatlanárak a Balaton mellett. A legtöbben új építésű nyaralót keresnek, de a szakemberek azt mondják, hogy 10-20 millió forinttal nem érdemes partmenti ingatlant keresni. Ennyiért csak a tótól 15-20 kilométernyire lehet házat venni. Kevés a közvetlen parton álló nyaraló a Balatonnál. Ha valaki ilyet szeretne eladni, annak szinte azonnal sikerülhet, mert ezekre nagyon nagy a kereslet. A tapasztalatok szerint az új építésű parthoz közeli ingatlanokat keresik a vevők. 100 év meg 200 milliókért már azért akadnak ingatlanok. Az is igaz, hogy az utóbbi másfél évben nagyon sok ingatlanunk, ami jó ingatlan volt, az elkelt. Tehát egyre kevesebb úgymond az olyan ingatlan, ami értékarányban megfelel az igényeknek. Sokan szeretnének 30-40 millió forintból megoldást találni, de ennyiért a parttól több utcányira, ennél kevesebbért pedig már csak távolabbi településeken lehet ingatlant vásárolni. Leginkább a Balaton Budapesthez közeli részein szeretnének vásárolni. Siófok a leginkább felkapott, de Kenese és Zamárdi környékén is sokan keresnek nyaralót. Balatonfenyves már viszonylag messze van Budapesttől, de ingatlan már itt is alig akad. Nem nagyon van ingatlan. Ezt annak tulajdonítjuk, hogy a kikötő nálunk megépült, ami egy tényleg a térségnek az egyik legnagyobb évű turisztikai vízisport, illetve vitorlás fejlesztése, és ez azért kapussá tette a balatonfenyvesi ingatlanokat. Az ingatlan közvetítők azt mondják, hogy döntő többségében magyarok szeretnének vásárolni a Balatonon ingatlanokat. Sokan azért vásárolnak, mert abban bíznak, hogy a banki betéteknél jobban őrzi az értékét a pénzük, ha ingatlanba fektetik.